Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és ma egy tüneményes játékot hoztam a teszteléshez, ami szintén egy Early Access játék. Be kell valljam nektek, már egyszer megpróbáltam felvenni ezt a videót, csak nem indítottam el a felvételt, úgyhogy hát kb. Az első 5-10 perc már ismerős lesz számomra, de annyi baj legyen, szerintem akkor kezdjük is el. Első lépésként megcsinálhatjuk a karakterünket. Az előzőben azt a nevet választottam neki, hogy Maja, és akkor maradnék ennél a névnél. És képzeljétek el, itt ki lehet választani a haját, de nem csak, hogy ki lehet választani, hanem még a hosszát is lehet így állítgatni, így külön. Legyen rózsaszín. Még úgyse volt rózsaszín karakterem. Leghosszabb haját állítottam be, neki legyen hosszú haja, mert ha nekem is ilyen hosszú van. Igen, ez jó, de a színe az legyen valami normálisabb szerintem. Az arcán mindent be lehet állítani. Hogy hol legyen a szemöldöke. Nem szeretem, amikor jön olyan magasan, úgyhogy... Aha. Valahogy így. Vastagságot is be lehet rajta állítani. A személynek a méretét, a formáját. Nagyon jó amúgy ez. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Így. Lehet még a közelségét is állítani, illetve az arcának a formáját, az orrát, az orrának a méretét, a szájának a méretét, a szájának a magasságát, formáját, az arcát. Itt is még ezt állíthatom így. Na, így már nekem egészen szimpatikusabb végeredmény, és még itt a szájszínét is lehet állítani, mondjuk egy kicsit lehetne valami rózsásabb, ha már ilyen rózsaszínű haja. Igen, ez az. A szemszínét azt megnéztük, a szemszínét szerintem nem néztük meg, mindjárt megnézzük azt is. Így. Nem tudom, miért van két lipkoror. Hogy ez mit változtat, mindegy. A szemszínét nem néztük meg. Legyen valami kékes. Aha. Na, szerintem így jó is lesz. Nézzük meg egészben. Még a ruháját itt nem lehet állítani, nem tudom, hogy lehet-e később, vagy meglátjuk. Na, indítsuk is el a játékot szerintem. Ja, nem mondtam, hogy mi a játéknak a címe. Azt hiszem My Time at Portia, valami ilyesmilyen címe, csak rosszul mondom a nevét, majd mindjárt mondja. Porsche? Wow, that looks beautiful! What are you gonna do there? Ruin diving? Kérdezi, hogy mit fogunk is csinálni. We get someone like you once in a while. Always seeking that adventure. Good to be young. Meg is érkeztünk. Good luck to you. Thanks. Sok szerencsét kíván nekünk. Nézzetek, milyen jól néz ki. Nagyon izgalmas. Izgulok, hogy milyen lesz a játék. Ő itt Presley. Hello, Presley. Presley, how do you do? Megkérdezzük, hogy hogy van. Örül, hogy lát minket újra. Remélem, hogy jó volt az utazásunk. Barnarokban. És az elég messze van. Megmutatja nekünk a workshopunkat. Elég közel van. Követnünk kellett hozzá, és körülbelül ideig jutottam a játékba, úgyhogy ideig elmondtam mindent újra, de semmi baj. Na, menjünk fel. Nézzétek, ott hátul van egy ilyen busz, vagy nem tudom. Már ki gondoltuk, hogy hogyan néz ki. No one's been working there since your pa left Porsche so many years ago. Pa, az lehet, hogy az apukája. Senki sem dolgozott ott, mióta elment a pá, gondolom ez az apukája lehet, évek óta. Ő egy jó barát volt. Na, menjünk utána. Igen, VSD, shift-szel gyorsan futunk, vészeugrás, mint ahogy minden játékban. Ez a workshopunk. This place sure has seen some wear and tear. What do you think? Looks homely. Otthonosnak néz ki, azt mondta. Here's a letter from your father.
Egy levelet kapunk az apukánktól. Igen. Itt a levél. Ó. Na lássuk, mit ír az a levél. Mikor ezt a levelet olvasod, én már egy másik világban leszek. Nagyon sajnálom. Sajnálom, hogy nem lehettem az az apuka, akit akartál. Olyan hirtelen történt minden. Nincs elég időm, hogy elmondjam neked, hogyan vigyázz magadra. Aztán erre a workshopra gondol. Talán nem tűnik soknak, de meg fog minket védeni a széltől, és a menedéket nyújt az eső elől. Itt hagyja nekünk ezt a workshopot. Van egy kézikönyv, egy workshop handbook, amit itt hagy nekünk, és leírja benne, hogy hogyan kell irányítani a farmot. Legyen csodás életünk, mindig büszke lesz ránk. Here's the workshop handbook of your paws. Take your time. Come to the Porsche Commerce Guild tomorrow. It's located around Peach Plaza. Can't miss it. Kérj, hogy holnap menjünk el ide. A Peach Plaza-nál ne késünk, vagy ne hagyjuk ki. Tehát holnap oda kell mennünk, hogy megkapjuk még ezeket a papírokat, ami a farmhoz kell. Bye, Presley! Thanks for your help! Presley megy is. És köszönjük a segítségét. This house is so worn. I need to fix it or I won't be getting a good night's sleep. Azt mondja, hogy ez a ház eléggé kopottas, és egy kicsit rendbe kéne hozni, mielőtt aludni térünk. Ha kell hozzá, hogy fixálni tudjuk ezeket. Jó. Utána pedig el kell mennünk Presleyhez. Vagy mi volt a neve? Presley, igen. Fa. Honnan szerezek fát? Itt van a térkép, és azon van megjelölve a küldetés. Oda kéne mennünk. Most akkor menjünk oda? És itt mi van a leveles ládánkban? Van egy levél. Ez itt mi? Read. Honi read. Ah! Új feliratkozó. Ez valami újság, igaz? Aha, ez valami újság, jó. A térképet nem látjátok tőlem, úgyhogy az lesz, hogy átteleportálom magam erre az oldalra, így tökéletesen láttok tőlem mindent. Remélhetőleg. Hú, milyen gyorsan tud futni. Így meg még gyorsabban. Sonja. Hello. Bocsi! Ah, rögtön beszól, hogy hova rohanok ilyen gyorsan. Hát pedig oda kell mennünk. Hol vagyunk most jelenleg? Ezek vagyunk mi a piros. Ide kellett jönnünk. Akkor menjünk. Nice to see you. How are you settling in? Örül, hogy lát minket. Hogyan rendezkedtünk be, gondolom, azt kérdezi. Jól, egyelőre, még nem csináljuk semmit. Let me introduce you to the Commerce Guild. Beutatja nekünk ezt a... nem We're tudom mi. The organization that orchestrates trade across the entire Free Cities region. This is the Porsche branch. We're pretty busy throughout the year. A szabad városok közt ők egy szervezet, akik... árulnak egymás között, elfoglaltak egész évben. Let me give you your builder test. This is pretty easy. Make an axe and pickaxe and bring them to me. Leckét akar nekünk adni. Csinálni kell nekünk egy pickaxe, meg egy axe-t kéne hoznunk neki. Azokat megcsinálni. Fa és kő kell hozzá, hogy meg tudjuk csinálni. Vagy össze tudjuk szedni magunktól, vagy venni is tudunk. A Total Tools-ból, az egy volt gondolom, ami a Central Square-nél van. Miután megvannak a megfelelő anyagok, a work... Miután megvannak a megfelelő hozzávalóink, el kell mennünk a crafting table-höz, és a worktable-höz, és megcsinálnunk az udvaron, azt hiszem. Úgyhogy akkor tegyük ezt. Ó, bocsánat.
Lehet neki ajándékot? What? Most mennék ki, ha megengeded. Exit. Na keressünk akkor... fát. Ez mi? Fa. Itt is van. Fel tud venni többet egyszerre? Kő. Most már van fa meg kő is. Itt van még kő. Nagyon jól lehet amúgy irányítani a karaktert. Talán ennyi elég lesz, nem? Itt van a crafting table, vagy mi ez? Na és akkor itt kell csinálnunk ilyen... Ezt a fajta... baltát kell csinálni? Ezzel lehet fákat vágni. Lehet asztalt, meg székeket csinálni. Talizmán, víz. Ah, itt van, ezt a kettőt kell megcsinálni. Kell még hozzá 4 kő. Ehhez fa kell, meg kő. Na, gyerünk. Ha szerezünk fát, meg követ. Nézzétek, itt vannak állatkák is. Milyen állatkák ezek? Ó, várjál már, hát olyan cukik, meg kell néznem. Micsoda rózsaszín állat, ott egy kaki. Kaki torony. Colorful, láma, level 4. És ugye ezek nem kell megölni. A kakit is fel lehet szedni. És akkor mi van, ha van nálam kaki? Szedjük össze a kakit is. Ki tudja, hát ha jó lesz még valamire trágyázni, vagy nem tudom. Növényeket is össze lehet szedni. Wow. Hát lehet, hogy ebből a játékból nem csak egy részt fogom nektek megmutatni, mert meg kell mondjam nektek őszintén, nagyon-nagyon tetszik ez a játék. Ahhoz képest, hogy ez egy early access játék, tehát így ilyen korai, még nincs kész. Nagyon eltalálták. Ja, itt látom alul, hogy mik vannak nálam, de vaksi vagyok, hogy ezt eddig nem vettem észre. Ott is vannak valamik. Követ kéne még szerezni. Hol van kő? Kő? Ott mik vannak? Olyan jól néznek ki azok is. Mi az? Gurihin. Ilyen minyari feje van. Hát ez nagyon cuki. Tehát meg horgászik egy bácsi a tavon. Itt vannak halak is a vízben. Mi történt? Most mi történt? Ja, lehet horgászni. Jó, most nem akarok horgászni. De majd, majd lehet, hogy azt is kipróbáljuk. Hát muszáj! Nagyon jól néz ki ez a játék, nagyon tetszik eddig. Hát ezt a kaki tornyot összeszedem. Ki tudja, mire lesz még jó ez a sok kaki. Biztos hasznos lesz. Még lehet, hogyha barkácsoltam volna egy... valami kőfejtőt, vagy nem tudom, akkor nem csak így a... szétszórt fákat, meg köveket tudom összeszedni. Kőfejtőt, hát valami faltát, értitek? Nem tudjuk összeszedni. Keresek még követ. Kavics kéne. Hát ez valami azt jelenti, hogy jól néz ki a játék. Ezek is kellenek. Ezek is. Hogy járunk kővel? Van 8 kövünk, aztán elég már. Van egy madár ijesztő is. Hello! Na nézzük meg, most már elvileg elég dolog van nálunk, legalábbis az egyikhez, mert ugye kettőt kell csinálni. Na akkor itt az ideje, hogy megcsináljuk a küldetésed, legalább az egyiket. És a másikhoz is van elég dolgunk? Készen van. Mind a kettő. Akkor nézzük, mit tudunk mit csinálni, vagy nézzük meg, hogy rendbe tudjuk itt hozni most már benne a dolgokat. Ezt meg kéne javítani. Igen, szeretném megjavítani. Ezt is. 20 fa kell hozzá! Háj! És mennyink van? 12. Ehhez mennyi kell?
3. Jó, akkor azt csináljuk. És ezt? 10. És mennyi van nálunk? 9. Jó, visszatérünk rá. Visszatérünk rá, ezt az egészet felújítjuk. Ez lesz a legmenőbb farm. Menő ágyakkal, meg menő nem tudom mivel, minden tök jó lesz, higgyetek el. Na, menjünk, vigyük a polgármesterről, vagy nem tudom milyen bácsikának vissza a... Ó, itt van kö. Szedjük fel a... Cucmákját. Hol a térkép? Hol vagyunk mi? Itt vagyunk, és arra kéne menni. Akkor teljesen rossz irányba megyek. Erre kell menni. Ja tényleg, hát itt van a kapu. Hogy tudom ezt eltéveszteni? Ez mi? Ez egy láda? Boxkesztyű volt benne. És most mi van, ha felveszem? Én kész vagyok ezen a játékot, akkor nagyon tetszik. Kész vagyok. Ott egy malac! Hello! Röv-röv! Röv-röv! Oink! Gift? Mit lehet neki adni? Kokit! Növényt? No, nem szereti. Jó, hát másom nincs, bocsász. De azért egy relatív... Egy kicsit jobban lettünk vele. Ó! Szökőkút. Na, itt van a polgármester bácsi. Hoztuk vissza, amit kért. Hi there. I know who you are. I'm Antoine. Hello, Antoine. Nem ide kellett jönni, akkor hova? Ja, de várjuk, hát nincs is nálunk az a cumó, ami kell. Hát most csak nullát jelez, lehet, hogy nem csináltam meg, vagy mi történt akkor? Na menjünk haza akkor. Itt egy telefon. Telefonálni? Kinek lehet telefonálni? Mindegy, akkor menjünk haza, mert itt valamit elrontottam. De most nem kaptoltuk? Most jó. Na most ehhez kell még fa, meg kő. Ott van nálunk. Most menjünk erre. Fele akkor. Hát ha erre van még kő, meg fa. Szóval lehet, hogy mennyi pénzünk van? Van egy sziget. Itt van még fa. De követ nem találok. Guest. Hello, te ki vagy? Hello. You're the new builder. I'm Guest. I'd love to stop and chat, tea, cake and all. But I'm busy. So, good day. Ő itt Guest, és mi vagyunk az új építők. Szeret megállni és beszélgetni, teázni, tortázni, és az összeset, de ő nagyon elfoglalt. Szóval jó napot nekünk. Jó. Oké. Kezd sötétedni, úgyhogy lehet, hogy el kell mennünk aludni. Menjünk akkor el aludni, szerintem olyan sötét van, vagy még nem. De lehet, hogy ezeket előbb meg kell csinálni, mielőtt... Aha. De kell hozzá fa. Kardot lehet, meg sima... Igen, de... Várjunk, most hogyha ez van nálunk, ez a... 8-as... Aha, ezzel... Lehet valami követ? Esetleg? Mondjuk ebből a kicsi kő, vagy ebből a... Hát az olyan út mentén heverő köveket lehet. Igen, ez szuper. Na így elég gyorsan jönnek a kövek. Szintet léptünk. Félreütöm, ha? Vagy mi történik? Én el vagyok ájulva. Komolyan mondom, el vagyok ájulva ezen a játékon, annyira tetszik. Na, akkor menjünk és csináljuk most már meg azt az utolsót. Melyiket csináltuk meg végül? Ezt. Akkor ez a simple kell. Most olyan hol van?
Nálunk van? Aha. Csak most nem látom. Van olyan, hogy inventory? Aha. Ó, és vannak ruhák is, akkor biztosan lesznek azok is. Social. Látjuk a küldét, aztán szerintem elsőre ennyi is lenne, és szerintem visszatérünk még erre a játékra, mert nagyon tetszik, nem tudom, hogy hányszor, de még legalább egyszer mindenképpen, és megnézzük, hogy miket lehet még így csinálni, mert nekem ez nagyon bejön. Bocs, nem, hanem beszeretnék ide menni, mert nem oda kell menni? De az a baj, hogy ilyenkor zárva van, szóval el kell menni mindenképpen aludni. Na jó, akkor még gyorsan elmenjünk aludni. Leadjuk a küldetésünket, és szerintem akkor ott is lenne ennek a résznek a vége. És ilyenkor ment is a játék. Feje. Ó, nagyon fázott az este. Hát igen, ezt majd rendbe kéne hozni. És nincs nálunk elég fa. Nem lehet valahogy az inventory-ba átrakni azt, ami oda nem kell a... De. Biztos át lehet. Ezt tegyük ide. Ez kígyó? Ez honnan lett nálunk kígyó? Vagy ez milyen? Kukac? Kakiba volt kukac? Na menjünk, adjuk le most már a küldetést. Most épp máshol mászkál a polgármester bácsi. Mennyi lakos van itt? Erre? Vagy föl itt? Kávé! Hello, Presley! Várjál már! Excellent quality! Jó lesz! Megtarthatom! És kapunk egy másik. This one's a bit tougher. You need to use the assembly station in your yard to complete this task. Igen, tehát azt a assembly stationt kell használni, ahol ugye a követ meg a fát le lehet rakni. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram, just use it on the assembly station in your yard to start construction. Ki kell választanunk, azt hiszem, hogy a handbookból a tervét annak, amit meg akarunk építeni, és valahogy úgy kellene. Próbáljuk meg. Gyorsan még azt megcsinálom, aztán tényleg is vége van, mert nagyon tetszik a játék, és nagyon jól néz ki. Tudom, hogy remélem, hogy nektek is átjön, hogy mennyire jól néz ki ez a játék, de szerintem biztos. Van egy levelünk. Igen, ide kell jönni. Most mutatja nyillal. Igen, ez a fa, ez a kő. Igen. Ezt kell megépítenünk. De kell hozzá fa, értem. Az a baj, hogy nincs elég fa. Ez fát ad? Fa. Hát így azért gyorsabb a fa, hogyha ki tudjuk vágni, mint összeszedni. Ez az. Nézzük meg, most akkor már meg tudnánk építeni. Jaj, hoppá. Ez az. Stone stall. Stall, az melyik? Á, itt van, ez az, ez kell hozzá. Nézzük meg most. Ez a négyes. Na, készen van. És ezt bárhova le tudom tenni? De ez amúgy mi lesz? Víz? Írjátok meg, hogy szerintetek ez mi és mire való, mert nagyon kíváncsi vagyok, viszont ennek a résznek itt is lenne a vége. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!